Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Vendégem Egerházi Attila, a Székesfehérvári Balett Színház igazgatója. Tisztelettel köszöntelek, szervusz. Én is sok szeretettel köszöntöm a kedves a beszélgetésünk nézőket. Alapja, hogy végre megkezdődik a szezon. Azt gondolom, hogy a koronavírus járvány pandémia után már nagyon-nagyon várja mindenki, és októberben Carmenest lesz. Erről fogunk beszélgetni, ugye három darabból áll. Kezdjük a Carmennel. Illetve Carmen, az első, Carmen a címadója az esnek. Carmen lesz, Szeszély lesz és Aritmia. Ebből kettő a te koreográfiád. A harmadikról kezdünk el beszélgetni, hogy aztán bőségesen, bár erről már esett szó, hiszen ott voltunk, amikor azt az Alexander Ekman darabot Mathilde van der Meerendonk vezetésével elkezdték próbálni a balettművészeink. Essék szó erről, hogy sikerült, ugye ez 2006-ban született meg ez a darab, és Ekman egy fantasztikus koreográfus, ebben egyetérthetünk. Én amikor megnéztem az ő életrajzát, akkor kiderült, hogy egy világsztárról van szó. És hát ő a táncnak a fene gyereke ma, így van, és hát talán a legkeresettebb koreográfusok egyike ma a világban. És bocsánat, hogy megszakítok, de ezt el kell mondaniék marról, hogy kizárólag olyan társulatoknak ad műveket, darabokat, akik mindenféle szempontból alkalmasak arra, vagy ő alkalmasnak találja, hogy eltáncolják magas színvonal ezeket a műveket, és mi alkalmasnak találtattunk. Ez egyfajta értékmérője is a Székesfehérvári Balett Színháznak, ugye most már második szezonunkat töltjük. Magyarországon kizárólag rajtunk kívül a Nemzeti Balett mutatott be Ekman darabot. Igen, egy kicsit most elmegyek Kissingerbe, ugye azt mondta, hogy belépett egy újságírói közösségbe, és megkérdezte, hogy a válaszaimra van kérdése? No, tehát, igen, tehát, és Mathilde jött. Én azt hiszem, hogy amikor erről beszélgettünk vele, ő is lenyűgözőnek tartotta, hogy egy látszólag ismeretlen társulat milyen magas szinten képes elsajátítani. Márpedig neki van rutinja, hiszen világsztárokkal is dolgozott. Igen, ez nagyon relatív, hogy kit titulálnak világsztárnak. Az én meggyőződésem, és ezt ne vegyek a kedves nézők nagy képviségnek, hogy nálunk is vannak világsztárok. Tehát ez egy világszínvonalú társulat a táncművészek összetételét tekintve, és most már úgy néz ki a repertoárt is. Nagyon boldog vagyok, mert nagyon komoly munkát végeztek, és itt meg kell említeni még egy nevet, Krisztina Porres-Mormeneót, mert hiszen amikor Mathilde megérkezett, mert videón megkaptuk ezt a darabot, akkor Krisztina ezt a darabot már betanította a társulatnak, hát nagyon meglepődött Mathilde, hogy ez már idézőjelbe teszem, nem sok dolga akadt vele, természetesen azért nagyon komolyan hozzátette magáét, csiszolta a darabot, de ez a darab tulajdonképpen Krisztina által betanítatott, hogy így fogalmazzak. Így van, és ezt megerősítette Mathilde is, azt mondta, hogy ez csoda számára, és remek, hogy halad ez a darab, illetve beszéljünk egy kicsit róla, hiszen ez egy táncdráma, egy olyan típusú és jellegű darab, amely újdonság erejével hat. Bár ezzel nem mondtam sok mindent, mégpedig azért, mert hogy nagyon is jól tudjuk, hogy itt nem elsősorban balettről van szó, hanem kortárs táncszínház a te műfajod, amelynek egyik vezető koreográfusa és mindenféle értelemben mestere vagy. Igen, számomra színházcsinálás fontos, csak úgy, mint Alexander Ekmannak, és nagyon boldog vagyok, hogy vendégkoreográfusokkal tudunk dolgozni, mégpedig nem is akármilyen színvonalú vendégkoreográfussal, és ez a jövőben is tervünk. A színház csinálás az egy nagyon fontos dolog, hiszen a nevünkben is benne van, hogy színház, balett színház, és itt nem a műfaji meghatározás jelenti a balett, hanem hogy valami klasszikus értékekre épül egy modern kori színház csinálás a tánc nyelvén. Számomra nagyon fontos, hogy azok a művek, amiket mi bemutatunk, azok színházat csináljanak, tehát nem a tánc a legfontosabb, bármilyen anakronisztikus, az csak a megjelenési formája, és Ekman is ebben nagyon erős, az ő sajátos módján. Mondottad, ez egy dráma, valóban egy dráma, de elég szarkasztikus mű, miközben vígjáték is, tehát sírva nevetünk rajta, úgyhogy a színház a javából. Tehát, ha úgy tetszik, végletesen emberi. De végletesen emberi, igen. Mi az alapja ilyenkor egy olyan táncdrámának, ami, ha úgy tetszik, végletesen emberi? Hát erről igazából az Ekman tudna beszélni hitelesen.
Én azt tudom mondani, milyen reflexióm a darabbal kapcsolatban. Hát egyfajta leképezése a világunknak, az emberi karaktereknek. Többet nem nagyon szeretnék elmondani, meg ellőném a poént, de egy nagyon harsány darab, nagyon karakteresen rajzolja meg az emberi karaktereket és az emberi érzelmeket. Érdeklődéssel várjuk, mint ahogy érdeklődéssel várjuk a Carment is, sőt, kifejezett érdeklődéssel. Ugye a Bizet darabot mindenki ismeri. Ezt a Schedrin változatot kevéssé, értelemszerűen, te magad koreográfálod, és egy fantasztikus, engedd meg, hogy elmondjam, hogy kik minden a szereposztást, mert a szereposztásból is kiderül, ugye kettő szereposztás van. Ugye Carment, Cristina Porres, Mormeneo természetesen, és Eliza Inzalata, Don José, Fernando Gabriel, Luis, aki általában a főszerepeket táncolja, és Dávid Janik, egy remek szintén, Toreador Valerio Cefalon és Francesco Vitale Farris. És sok-sok mindenki, különleges nevek is vannak. Az imént egy kollégámmal arról beszélgettünk, hogy valóban nemzetközi ez a társulat, hiszen rábukkantunk Womeng Ting nevére is. De hát a többieket is már megismertük az elmúlt esztendőkben 2018-tól, tehát világverő csapatod van. Viszont a Carmen egy olyan darab, amely végigkíséri, én azt gondolom, minden zenekedvelő életét. Mennyiben más erre koreográfiát csinálni, hiszen a zene is változott, Bizet Nyomás Schedrin készítette. Hát tulajdonképpen itt mindenki, aki ismeri a Carmen zenét, már mint a Bizet eredeti változatot. Schedrin nem csinált semmi más, csak fogta az eredeti művet, tehát teljes mértékben az eredeti mű, csak az ének szólamokat kivette belőle, megturbozta úgymond a hangszerelés, sok ütőst tett bele, és egy balerina unszolására ő egy táncvitet, egy kivonatot készített, egy 45 perces zanzásított verziót, ami egy borzasztó erőteljes zenemű, valódi vérbeli tánczene. Egy valódi drámáról beszélünk, klasszikus színházi értelemben, de kortárs tánc nyelven fogalmazva. Ez egy örökérvényű történet, amikor azt mondjuk, hogy klasszikus, természetesen ilyen szerelmes történetet nem írt senki azóta sem, legalábbis ebben, hiszen ne feledjük, hogy itt azért a latin vonás megjelenik méghozzá erőteljesen. Mind a zenében, mind pedig a magában a drámában. És a jellemekben is így. És a jellemekben is, és ez nagyon passzolnak a latin vérmérsékletű táncosok az interpretálásában, hiteles. Az a különleges stílus, amit ti képviseltek, mennyiben jelent nehézséget, hogy érthető, érezhető, átélhető legyen ez semmiben. A történet? Semmiben. Én azt gondolom, akik nem ismerik, vagy nem ismernék Carmen és Don José igaz történetét, teljes képet kaphatnak róla, tehát nem kell elolvasni, nem kell googolozni a műhöz. Ez egyébként nekem mindig, amikor cselekményes balettekhez nyúlok, ez alapvető célom, hogy olyan nézőknek is, akiknek nincs ismerete az adott darabról, ez lehet Róma és Júlia, Hattyúktava, jelen esetben a Carmen, nem kell semmiféle felkészültség vagy előtanulmány, hanem hogy ott és akkor helyben megkapják a történetet, és amit nem lehet szavakba elmondani, szoktam volt mondani, ahol a szavak véget érnek, ott kezdődik a tánc, a kimondhatatlant kimondjuk, megrajzoljuk tánccal, ez cél, plusz mindemellett, ugye egy erőteljes zeneműről beszéltünk az imén, szándékom mindenkor, hogy a zenét is láttassuk egybe. Tehát egy nagyon komplex műfaj, a koreográfusi műfaj, mert nagyon sok minden feladata van, azt gondolom. Milyen pluszt követel egy ilyen darab a koreográfustól, és mit követel a táncosoktól? Hiszen ezt meg kell élni. Tehát ez egy nagyon közhelyes szó ma már, de én azt gondolom, hogy ez a történet különlegesen alkalmas arra, hogy adott esetben a túlságosan túlzó gesztusoktól közhelyes legyen, viszont azt nagyon is jól tudjuk, hogy te ezt nem tűröd, és a táncosait pedig alkalmasak arra, hogy a legmagasabb szinten táncoljanak egy ilyen különleges darabot. A kérdésed első felére a válasz, egy koreográfusnak nagyon komplex a dolga, hiszen dramaturg, rendező és mozgástervező egyben. Tehát egy nagyon komplex feladat. Mindig célom az, hogy igaz legyen a mozdulat. Tehát amit kifejezünk mozdulattal, annak igazsága legyen,
absztrakt is legyen, de konkrét is, konkrét dologra utaljon. Egy nagyon-nagyon komplex műfaj. A táncosoknak nagyon magas, kifinomult színészi képességekkel kell rendelkezniük, muzikalitással kell rendelkezniük. Tehát egy nagyon komplex összmunka a koreográfusi jelen esetben most az enyém, de egyébként Ekman is ugyanígy dolgozik, és a táncosé. Tehát ez a komplexitás meg kell, hogy jelenjék, de sohasem túlzásokba esve. A Carmen esetében például azért a túlzások, persze egyfajta ízléssel, reményleim szerint jó ízléssel megjelennek. Ez egy elég túlzó emberi érzelmekről szól, és azért nekem az célom volt, hogy egy lupát rakjak erre az emberi érzelmekre, és karakteresen elrajzoljuk. Ami persze tele van humorral, szarkazmussal, iróniával, mert annál erősebb a dráma, minél a fonákját megmutatjuk a humoron keresztül. Tehát az erőteljesség az mindenképpen alap, de a játékosságnak meg kell maradnia. Abszolút. Beszéljünk a Szeszélyről, mert még nagyon sok minden kérdésem lesz. A Szeszély is egy olyan darab, ami, ja, illetve a Szeszélyről már az Aritmia, ami a tiéd. Így van, hát ez egy vadonatúj darab, ez egy ősbemutató, hiszen a Carmennek korábban egy másik változata, az már bemutatásra került, illetve Alexander Ekman darabja Magyarországon, még nem magyarországi ősbemutatóról beszélünk, de egy abszolút ősbemutató az Aritmia, ami tulajdonképpen én ennek a furcsa időszaknak, aritmikus időszaknak, hiszen a ritmusból kiestünk, az életritmusunkból, és ott most az aritmia az egy metaforikus értelemben használt cím, hiszen nem csak egy orvosi szakzsargonra vonatkozik, a szívritmuszavarra, arra is vonatkozhat, de mindenféle olyan ritmuszavarra, ami egy emberi kapcsolat között meglévő ritmus vagy harmonikus ritmus felbomlását jelenti, vagy csak az embernek a saját ritmusát, a felbomlását jelenti, vagy pedig egy társadalom életritmusának a felbomlását jelenti, vagy megtörését jelenti. Lásd COVID-19. Így van. Tehát ez egy reflektáció nagyon sok értelemben emberi kapcsolatokra. Ez egy költői darab, irodalmi hasonlattal élve egy táncvers, a még irodalmi hasonlatnál maradva a Carmen, az egy táncnovella, vagy táncdráma, ez egy táncvers, egyébként táncversnek tekintendő ilyen értelemben a Szeszély is. És ez úgy kikívánkozott belőlem, hogy ezt a művet, ez már régóta érik bennem, de most apropója van, hogy ezt a táncverset, ezt a poézist, ezt táncba öltve, balettba öltve megjelenítsük. Miként lehet ezt megtervezni, hogy a diszharmónia és a harmónia egyként megjelenjék? Hát élni kell az életet, és ezt leképezni nyilván az ember a saját szűrőjén keresztül, hogy ez hogy és miként sikeredett, ezt majd döntsék el a nézők. Ez egy nehéz feladat, hiszen most olyan dolgokról kellene beszélnem, amik kimondhatatlanok, és talán ezért is lettem koreográfus, mert szavakban nem pontosan tudom önteni, és én meg se próbálom inkább azokat az emberi érzéseket, reflexiókat, amiket én táncba öntöttem ebbe a darabba. Egyébként egy nagyon erőteljes darabról van szó, eklektikus zenei szerkesztésű, tehát klasszikus zenemű is szerepel benne, és teljesen kortárs zene is. Úgyhogy egy nagyon erős mű, azt gondolom. Ha valamit, akkor egy ilyen darabot biztos, hogy gondoskodó szeretettel kell megformálni. Gondolok itt elsősorban arra, hogy ugye négyen játsszák egyik oldalról, tehát fókuszban van mind a négy szereplő, és folyamatosan. Tehát amikor a diszharmóniáról és a harmóniáról beszéltünk, akkor nagyon érzékenyítő a koreográfus rendező feladata. Igen, sokan azt gondolnák, hogy nagy tömeggel nehéz dolgozni. Annak is megvan a nehézsége és szépsége, de valójában egy emberrel talán a legnehezebb szólót és padödőt, vagy padödőket készíteni talán a legnehezebb dolog, hiszen ott le van csupaszítva, ez olyan, mint egy száz szóló hegedű. Ugye el lehet tűnni egy kórusba, de egy száz szóló hegedűvel kiállni az, és arra komponálni, az mindig azt gondolom nehezebb. Az egy mesztelen dolog. Na most, hál' Istennek nagyon erőteljes táncművészeink vannak, akik segítettek engem ebbe a munkába, az a személyiségükön, felkészültségükön keresztül, és egy nagyon érdekes dolog, mert így még soha nem készítettem
balettet, hiszen bezárva voltunk egy szobába, ez a karantén időszak alatt történt, és mikor meggyőződtünk, hogy egyikünk se hordozza ezt a csúnya betegséget, akkor egy nagyon limitált létszámba kettősöket, hármasokat van dolgozva, a nappalinkba, otthon a nappaliba kezdtük el készíteni ezt a darabot, és majdnem tehát a háromnegyed részét ezt egy szobába készítettük, és utána vittük a próbaterembe, amikor végre újra kezdhettünk próbálni, és ott fejeztük be. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon érdekes, különleges darab számunkra. Tehát kulcsfontosságú a tér. A tér, és ennek megfelelően egy idézőjelben téve egy dobozba, egy zárt térbe tettük be ezt a darabot. Egy fényes linoleum, egy 7 méterszer 6,5 méteres tér, a játéktér, ami le van terítve egy tükörfényes linoleum. Fölötte egy keret, világítási keretlebek, tehát az egész ez be van szűkítve egy térbe, úgyhogy a színpadi világa is azt gondolom, hogy különleges. Tehát ez egy rendkívüli kihívás, a kéz közel, arc közel, szem közel, test közel mindenestől, de kihívása a koreográfusnak is. Egyébként hogy választottál zenét, hiszen itt nézem, fantasztikus zeneszerzők, nagyszerű alkotásai szerepelnek. Most nem sorolom fel, de különleges lesz a zenei aláfestés is. Én sem mondom, mert legyen az csak meglepetés. Ez mindig egy nagyon nehéz feladat és intenzív, hogy van egy téma, van egy gondolat, és ahhoz megtalálni a megfelelő zenét, ami a mi esetünkben nem aláfestő zene, hanem maga a matéria, amivel dolgozunk, az a szőnyeg idézelbe téve, amin utazik a darab, úgymond, és ebbe a szőnyegbe be kell beleszőni a táncosokat és a mozdulatokat. Úgyhogy ez egy nagyon fontos dolog. Hát ez ízlés dolga talán, meg nagyon sok zeneművet végighallgattam, mire kiválasztódott azok a zeneművek kiválasztottak, amik végül is most a darab gerincét alkotják. Igen, és ráadásul a táncosoknak nem kellett kiválasztódniuk, bizonyos értelemben, hiszen tudjuk, hogy az abszolút főszerepeket táncolók kapnak lehetőséget is. Szólisták, ez egy szólistikus tehát darab. Krisztina Porrez Mormeneo és Dusana Herakova szokás szerint szuper lesz, és Luis és Dávid Janik Dávid barátunk. Így van, de egyébként nálunk elmondhatnám, hogy 14 szólista van, tehát én mindegyiket úgy tekintem, hogy szólisták, nagyon erőteljesek. Itt igazából a karakterek is számítottak. Tehát holnap lehet bármelyik táncosunk szólista egy darabba, hogyha a karaktere az adott szerepnek úgy kívánja meg. Tehát hál' Istennek szólistikus képességekkel bírnak a táncosaink. Ez egy lépcső, ez a három darab egy estében? Egy következő lépcső, mondhatjuk ezt? Abszolút, hát maga ugye az Ekman darabbal mindenféleképpen egy megmérettetés, engem jobban ismernek a táncosok, mint ugye egy vendégkoreográfust, mindenféleképpen építkezünk, és mindig olyat szeretnénk színpadra vinni, amit azelőtt még korábban nem csináltunk, és mindig olyan műveket szeretnénk a közönség elé vinni, amiket azelőtt még nem láttak, legalábbis abban a formában nem, ahogy mi azt elkészítettük. No, maradt még bőségesen időnk. Ja, igen, arról beszéljünk még, hogy mikor lesz a premiér, és invitáljuk meg a nagyon székesfehérváriakat. Hamarosan itt van, és nagyon boldogok vagyunk, hogy ebben a nehéz időszakban mi tudunk játszani a Vörösmarty Színházban. Természetesen megfelelő óvintézkedések mellett, tehát max kézfertőtlenítés, lázmérés lesz ugye a közönségnek a bejutáshoz, tehát a megfelelő óvintézkedés mellett, és itt hagy említsem meg, és nagy köszönelettel tartozunk az egészségügyi dolgozóink felé, mert nagyon komolyan végzik és eredményesen a munkájukat, és nekik is köszönhető, hogy egyáltalán előadásokat tudunk tartani, meg a jó szerencsének, hogy hál' Istennek, és lekopogom itt, hogy mi ez idáig, és legyen így, megúsztuk, mármint a társulaton belül ezt a betegséget, és maradjon is így. Jövő hét szerdán, tehát 14-én, október 14-én este 7 órakor Vörösmarty Színház nagy színpadán lesz a bemutató. Én azt ígérhetem, kedves nézőink, önöknek is, hogy természetesen ott leszünk, mármint a főpróbán, és beszámunk róla a Paletta magazinban, és a forgószínpadban nem különben. Annyi időnk tehát még maradt, hogy egy kicsit beszéljük meg, hogy mire mentetek magatokkal ebben a rendkívüli járványhelyzetben, hiszen
szellemileg, fizikailag, technikailag karban kell tartsa magát. Ennél én azt mondom, hogy fizikailag megterhelőbb dolog, mint a táncművészet, nincsen. Igen. Ez egy óriási kihívás ezt megtervezni és végrehajtani úgy, hogy még a Covid-járvány idején egy ilyen fantasztikus darabot előadjanak. Hát nagyon nagy segítségünkről volt az, hogy amikor az otthonunkban voltunk zárva, akkor online balettgyakorlatokat tartottunk. Hát ez nem egyenértékű természetesen azzal, hogy rendes balettóra, rendes megfelelő körülmények között, de mégis valami. Aztán nagyon nagy segítség volt az, amit a programszervező szervezett nekünk és társművészeknek városban, a művészkaraván. Tehát mi ezen rendszeresen felléptünk. Ez is némileg hozzájárult ahhoz, hogy karban tudtuk tartani magunkat, nem csak fizikálisan, hanem mentálisan is, és találkozhattunk a közönséggel és a közönség velünk. És hogy amint lehetett, hogy a karantént ugye feloldották, akkor abban a pillanatban mi mentünk a balettterembe és dolgoztunk. Nos, hát akkor nem maradt már hátra. Egyrészt megköszönöm, hogy megtiszteltél. Én köszönöm a meghívást. És kedves nézőink, önöknek pedig hadd mondjam el még egyszer, tehát október 14-én a Vörösmarty Színházban ismét színpadra lép a Székesfehérvári Balettszínház. A Carmen, az Aritmia és a Szeszély című darabokkal Egerházi Attila, illetve Alexander Ekman koreográfiáját láthatják. Várjuk önöket, higgyék el, hogy egy fantasztikus élményben lesz részük. És köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót mindnyájuknak, viszontlátásra!